Töltettem egy
Minek volt babája? Minek volt macia? Na, látjátok azért. Régebben volt ilyen szokás. Ennek a kislánynak volt egy babája. És képzeljétek el, hogy a parkba szaladgált föl le, játszótér ide, oda, vissza, elvesztette a babát. Valahol vagy kiesett a kezéből, ahogy a bokrok között mászkál, vagy netán elvitte valaki? Nem tudni. És egyébként egy igaz történet, amit mondok. Ott volt egy sokak által ismert, irodalomból sokak által ismert személy, Franz Kafka, és vele együtt kezdték keresni ezt a babát. Látta, hogy milyen kétségbe esett ez a kislány, hogy nincs meg a babája. És keresli mindenhol a babát, hogy hol van. És nem találták meg, de akkor hirtelen, hát ez a személy, akiről beszélek, az irodalomban is egy nagy alak, kreativitása megvolt, és azt mondta ennek a kislánynak, hogy még várjanak, mert hát ha előkerül, és másnap, amikor találkoztak, akkor azt mondta, hogy képzeled el, hogy ez a baba elment világot látni, de írt neked egy levelet. És azt mondta, hogy nagyon jó volt itt nálad, de most arra gondolta, hogy megnézi, hogy a világ többi része milyen. És minden nap a parkban, amikor találkoztak, mindig volt nála egy új levél Kafkánál. Hát, amit ő írt a kislánynak, de a baba nevébe. És minden nap elmesélt, hogy mi történik vele. Hogy mit látott ma. És a kislány nyugodtan volt így. Tudta, hogy ha oda megy ma is a parkba, megijönni fog egy levél. Érdekes dolgokat tud meg bele. És csak a babája kapcsolatot tart vele. Csak fontos neki. Igaz, hogy nincs itt, de üzen. Nekem az jutott eszembe erre a történetről, hogy azért vannak a szívükhez kedves szemek, és nagyon nehéz azoktól elválni. Még tárgyak is. Személyekkel a szemünk még nehezebb. Sokkal jobb az együttlét, mint az elvállás. Sokkal jobb, amikor nem veszitek el semmit. Se barátságot, se babát, se macit. Semmi. De általában nem így szokott lenni az életben. És hogyha elveszítük valamit, az fáj. Ha elmegy valaki messzire, az fáj. És milyen jó, hogy van hazatalálás. Legalább jó pár olyan története van a Bibliának is, meg az életnek, sokszor hozzá, hogy van hazatalálás. Lehet újra találkozni. És amíg abban reménykedhetünk, hogy lesz újra találkozás, addig nekünk is sokkal több. Habár ez a baba nem írt leveleket, de azért megnyugtató volt a kislánynak minden nap hallani felőle. De aztán van egy másik történet is, ami mindannyiunkról szól. Valaki elment, és azt ígérte, hogy visszajön Jézus. Jó tudni, hogy valódi üzenetei vannak, nem csak ilyen. Valójában üzenet. Hogy ne legyünk nyugtalan. Szeretnünk. Nem fordított hátat neked. Gondol rá. Sőt, bármi is van az életünk szerint. És ugye ez a történet nem csak azt mondta el nekem, hogy van egy jó emberi gondolat, hogy segítsük a gyerekeknek átvészelni, ha elvesztenek valamit, hanem azt is elmondja, hogy milyen jó van újra találkozás, és hogyha valaki nincs is fizikailag mellettünk, nagyon tudni, hogy szeretünk. Úgyhogy ezzel az érzéssel engedlek-e benneteket, most innen a szinteni gyerektöltettől, mi van, aki szeret titeket. Köszönöm, hogy figyeltetek, és még egyszer boldog új évet mindenkinek. Köszönjük. Thank you.
messze fenn egy hegyen áll egy régi kereszt, mely a szenvedés szégyen jelen. Ehely nékem kedves, hol a tiszta és szent, minden bűnösért megöletett. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden felett. Koronátot fönn még nem karollak te régi kereszt. Ez a durva kereszt, melyet más úgy megvet, egyre vonza az én lelkemet. Mert az égi bárány mennyhonát elhagyván értem vitte a Kálvárián. Eme virtül ázott régi átok fáról, tiszta áldozat fénye ragyog. Ott hal Jézus értem, üdvöt tőle nyertem, vele életem megváltozott. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden fel. Koronátot fönn még nem nyered, hát karollak te régi, hát karollak te régi, hát karollak te régi. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az új év első szombatján, amikor úrvacsorai Isten tiszteletre gyűltünk össze, és azt gondolom, hogy hát ilyen kiváltságos helyzetünk van. Egyrészt úgy gondolom, nem vagyunk betegek, amikor sokan azok, és itt lehetünk. Aztán itt van a gyerekeknek a szolgálata, az énekek, ami különlegesek voltak, hallhatjuk a művész urat énekelni, de minden szolgálat, meg gyerek történetben azok a figyelő arcok. Szóval egy igazi különleges helyzetben vagyunk, de azon túl, amiket felsoroltam. Hát az Isten hív bennünket egy szövetségkötésre. Ugye micsoda kiváltságos dologban van részünk. És amikor ezekről elmélkedünk, kicsit elmélyedünk abban, hogy mit is jelent ez az isteni hívás, akkor én arra hívlak benneteket, hogy egy képet nézzünk meg ahhoz, amit szeretnék felolvasni alapigeként. Több egyszer nyúlok ahhoz a történethez, ami megelevenedik, és befejező képpel fogjuk kezdeni, de végigolvasom a történetet. Mindjárt megvárjuk, amíg technika is segít bennünket, támogat. De hát kellnek a fiatalok is, majd Márk akkor
intézkedik egy kicsit, aztán mindjárt elővarázsolódik ez a kép. Ez kicsit elnyújtva jelent meg, nem teljesen méretarányos. Nem tudom, lehet, hogy lehetne ezt a... Ez a... Egyből pánik tört ki. Szerintem akik... Karzatik. Igen, ezt kéne. Nem, a felső. Tulajdonképpen nem annyira sok minden látszik a képből, mert szerintem biztos vagyok benne, nekem idegen az a szó, amit így ezzel kapcsolatban olvastam, de szerintem lehet, hogy aki beszél románul, ezt se kell. Aki beszél románul, az biztos érti ezt az olasz szót, hogy chiaroscuro. Chiara, ugye ez a fény. Oscuro, az meg az árnyék. Fény és árnyék játéka is látszik a képen. Rembrandt festette ezt a festményt, és elolvasom hozzá a történetet, ami megiklette a nagy festőt. Most akkor nem is fontos kivetíteni, majd én mondom a szöveget a Lukács evangélium a 15. fejezetében, inkább csak szemléljük a képet. 15. fejezet, 11. verstől. Majd pedig ezt mondta Jézus, ugye kapcsolódva az előző történeteihez. Egy embernek volt két fia. És az ifjabbik azt mondta az apjának, apám, add ide a vagyonodból rám eső részt. Ő pedig megosztotta köztük a vagyont. Nem sokkal azután a kisebbik fiú összeszedte mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután pedig mindent elköltött, nagy éhség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Akkor elment, elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldte őt a mezejére disznókat legeltetni. És a fiú szívesen megtöltötte volna a gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor aztán magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevez. Tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Felkerekedett, és elment apjához. Amikor pedig még távol volt, meglátta őt az apja, és megesett a szíve rajta, odafutott, nyakába borult, és megcsókolta. Fia pedig azt mondta neki, apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apja pedig azt mondta a szolgáinak, ide hamar a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Hozzátok el a hízott borjút, vágjátok le, együnk most és vigadozzunk, mert az én fiam meghalt és feltámadt. Elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. A nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és amikor hazajött és közeledett a házhoz, hallotta a zenét és táncot. Előszólított egy szolgát, és megtudakolta tőle, mi folyik itt. Ő pedig azt mondta, az öcséd jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mert hogy egészségben kapta őt vissza. Erről megharagudott, és nem akart bemenni. Az apja azért kiment, és kérlelte őt. Ő pedig felelve azt mondta apjának, ime, mennyi esztendeje szolgálok neked, parancsodat soha meg nem szegtem, és nekem sosem adtál még egy kecskegidát sem, hogy barátaimmal vigadjak. Amikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő pedig azt mondta neki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülned kellene tehát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadt. Elveszett és megtalált. Hát ideig a történet. És kiemelkedik számunkra két alak ebből a képből. De ahogy őket nézem, azért eszembe jut, hogy vannak még ott alakok a háttérben is. Talán három kirajzolódik, de van vagy négy is a képen.
És én amikor nézem ezt a képet, és meg is hat, egyébként a Szentpéterváron az Ermitásban található Nagy Katalin cárnő vette meg ezt a képet, és ha egyszer valaki ott jár, majd nézze meg. De ahogy nézem a képet, arra gondolok, hogy nagyon megható az a jelenet, ami az előtérbe zajlik, de én lehet, hogy talán a tanulságait megfogalmazom magamnak, meg bevonz a kép, de hogyha azt mondanák, hogy valamelyik személlyel azonosulnom kellene, lehet, hogy könnyebb most ezzel az idősebb fiúval azonosulnom. Hogy miért? Nem tudom, ti hogy vagytok, de nekem például van egy öcsém. Aztán hagyománytisztelő is vagyok. Végül is, amikor apám nagyokat mondott, hogy ezt meg ezt kell csinálni, azért igazából azt gondolom, hogy engedelmeskedtem neki. Úgy annyira fellázadni sosem mertem. Sose szöktem meg otthonról. Sosem mentem úgy élesen szembe azzal a szülői akarattal, akármennyire is fájt valami, amit hallottam, hanem úgy próbáltam alkalmazkodni hozzá. Olyan csúnyán szembeszállni a szülői tekintélyen nem. Hát magamban igen, de talán ugyannyira nem. Egyébként panaszkodni is tudok, hogyha valami nem tetszik. Valaki másra, hogy jaj, ő neki miért, nekem miért nem. Tudok másokat úgy látni, hogy hát azért az nem annyira értékes, mint én. Ezért mégiscsak letettem egy-két dolgot. Ez megkönnyíti ezt a helyzetet, hogy hát igen, ez a szereplő, ez így. Akár lehetnék én is. Még talán azt is elmondom, és remélem senkinek sem lesz blaszfémia, hogy hát lehet, hogy 30 év lelkészsége még az apa szerepet is. Három gyerek apjaként, meg lelkész, lehet, hogy az apa szerepet is már megpróbáltam egy párszor. Nagyszerű dolog valakinek elengedni egy tartozást. Nagyszerű dolog valakit megölelni, aki azt mutatja, hogy hát neki most kívásai vannak, kétségei, bajba van. Nagyszerű ott lenni, és azt a szemét képviselni, aki őt várta, vagy várja, vagy aki együtt érez vele. De azért, ha ezt is nagyon mélyen meg kell nézni, akkor egy picit ettől is hátra lépek, mert nézve a képet, nézve azt a mindazt, amit képvisel ez a fiú, aki visszajött, ezzel a lerongyolódott, ezzel a tényleg ezzel a lázadó magatartásoknak, lehet, hogy én nem az a személy vagyok mégse, aki nem ébreszt kétségeket, hogy mi folyik itt pontosan. Azt is átgondolom, hogy amikor én beszélek erről a történetről, akkor egy kicsit kívülálló maradok. Akkor tanítok róla, nézzetek meg ezt, nézzetek meg azt. Jé, mi van ebben? Olvassuk el a történetet, és ott is ez és ez van. Okosságok, vagy kevésbé okosságok hangzanak el. Néző vagyok, mintha nem lennék szereplő. És akkor most mindenkinek a figyelmét felhívom arra, hogy az úrvacsora azt a szerepet kívánja, amikor én úgy belelépek a szerepbe. Nem ezt a szemlélőt. Nem azt, hogy így maradjak távol és okoskodjak, meg mutassak valami, hanem azt, hogy én vagyok a fiú. Most én vagyok ez a tékozló fiú, aki visszajött. És ezt a szerepet mindenestől kipróbálhatom. Ez én vagyok. Talán egyszerűbb a béres szerepét is így látni. Az is biztos van a képen. Aki úgy azt mondja, hogy hú, hát így történnek a dolgok, ilyen a világ, nekem ez jutott meg, az ebbe is jó helyen vagyok. Jé, még a fiú is, hogy jött vissza? Hát ennél jobb a béres. Sok minden üzen a kép.
De igazából én azt szeretném, hogyha ma kipróbálnak a családnak a képét. A családtagét. Aki az Istenhez tartozó. Aki az Isten családjában van. Volt, és ebből a szerepből ki sem esett. Persze lehet, hogy valamennyit így áldozok az életemből arra, hogy egy-egy szerepet kipróbáljak, de az úrvacsora az nem ilyen, nem az a hely, ahol felkínálódik az a szerep, hogy maradj távol. Hanem az, hogy ma te lehetsz ez a fiú. És bár idegen ez a kép, hogy most tényleg azzal az elesettséggel vagyok, amivel ő. Azzal a reménykedéssel, de mégis nézzük meg ezt a szerepet jobban. Jó lenne egy lépést tenni afelé, hogy a kívülállóból, abból, aki megítéli a helyzetet mondjuk, abból átélő legyek. Annak a furcsa érzésnek a megtapasztalója, hogy az Isten a vállamra teszi a kezét. És ez már is egy ilyen hátunknak borsózást adó élmény. Hogy az Isten a kezét ma az én vállamra teszi. Itt most már nem tudom kontrollálni a dolgokat, ez kiderül a képből. Semmit se tartok kézben. És azt hiszem, hogy ha a valós szerepemet nézem ma az úrvacsorán, akkor az nem az, hogy itt most elmondok valami okos dolgot, vagy leülök és meghallgatok valamit kívülállóként, hanem az a mai szerepem az az, hogy elismerjem, hogy már nincs semmi a kezem, vagy olyan vagyok, mint ez a fiú. Már nem bír, már üres a zsebem. A ruhám lerongyolódott. Nincs olyan érték, semmi olyan értékem nincs, amit annak idején innen elmentem, nagy önbizalommal, hogy ma hogy kell csinálni az életet, amikor megszöktem az Istentől, ami akkor nálam volt, abban már semmi sincs. Minden elveszett. Nem tudok felhozni a mentségemre, vagy az érdemem mellett valamit, amikor ma idejöttem. Csak vagyok. Ennyi. Ez a fiú csak van. Nem okos, nem tud alkotni, nem tud kontrollálni, csak ott lenni tud, és az se olyan jó megy neki. És miért nehéz ott lenni? Mert ilyenek vagyunk mi emberek. Nem tudom, hogy meg tudom engedni az Istennek, hogy szeressen. Nem tudom, hogy megengedem-e neki azt, hogy a vállamra tegye a kezét, és most elképzelem, hogy nem lett tőlem tisztátalan, én ilyen vagyok. És hát tényleg szerethet? Hát nincs tisztában azzal, hogy én ki vagyok, meg mit csináltam? Én nem vagyok szerethető. Hiszen csak emlékezünk vissza, hogy elmentem azzal, hogy add ide a vagyon rám eső részét. Olvastam egy kommentárról, Kenneth Bailey, Lukács evangéliumát, ugye ez a 15. fejezetben, mint mondtam, található, próbálta feldolgozni Lukács evangéliumát, és különböző kultúrákban járt a világ több táján, és megerősített abba azt, amit én is gondoltam, amire jutott ő. Mindenfajta kultúrában megkérdezte az embereket, hogy hallottak-e már olyanról, hogy valaki, mondjuk ugyanez megtörtént vele egy tunéziai kis faluban mondjuk, de az valahol Örményországban, és meg a világ másik táján elment valahol, és megkérdezte, hogy itt a faluban volt már olyan, hogy egy gyerek oda ment az apjához, és azt mondta neki, hogy most add ide a vagyonom. És mondták, hogy ne, itt nem volt. Soha? Nem. Ilyen még nem volt. Nem tudom elképzelni. De mégis próbálk. Mi lenne, ha megvernék? Megverni az apja. Mert hogy ez azt jelenti itt, és minden kultúra ezt mondta, hogy tulajdonképpen azt mondja, hogy a halálodat kívánom. Add ide a vagyont. Meghaltál.
Így ment el. Minden emberi kultúra azt mondja rá, hogy kikérte a legtöbbet, amit lehet. Nem pénzben, az elszakadás mindenfajta formájában. Egy kultúrákon átívelő sértő cselekedet. Tulajdonképpen azt mondta a fiú, hogy ami itt van, adjatok ide, majd én abból valamit tudok csinálni, de ami itt van, én olyan messze megyek, hogy minden érték, ami itthon volt, az elveszem, már ne látszol. Én megmutatom, hogy ezt be lehet fektetni jól, de ami érték itt van, az mind rossz. És az apa és fia mozdulatában valamennyire ezt meg tudta festeni Rembrandt, de biztos ennél még mélyebb is lehet ez, de azért, ha nézzük a képet, sok minden lejön bele, hogy az elfogadás és a megbocsátás az egyébként egy ilyen soha véget nem érő történet a képen. Nem egy ilyen feltételes, meg időleges, hanem egy állandó. Hogy örökké tart, és tulajdonképpen valami olyan történik a képen, hogy az a halál, amivel itt a fiú szembenézett, az életté válik most újra. Olyan az a szeretet, ami annak idején itt volt, a fiú körül, az kisebb volt ennél? Vajon valaha az atya, amikor még otthon volt a fiú, kevésbé szerette? Most szereti igazán? Nem hiszem. Csak nagyon sokan mi emberek úgy élünk, mint hogyha nem lenne otthonunk. Mint hogyha nem lenne egy szeretett hely a számunkra. Mint hogyha amit Isten alkotott, az valami olyan lenne, amit könnyen el lehet szakadni, nem kell hozzá ragaszkodni, de lehet, hogy ő se ragaszkodik én hozzám. Tehát nagyon sok ember fejében ez van, hogy az Isten nem ragaszkodik hozzám. Ha egyáltalán létezik, nem túlzottan erőlteti meg magát. Szerintem akkor is szólt a szózat, amikor otthon volt ez a fiú, amit az atya mondott Jézusnak, hogy ez az én fiam, akibe gyönyörködöm. Ez szól hozzánk is. Az élet nagy tragédiája, hogy az ember elszökve az Istentől keresi a szeretetet, mert pont azért megy el, ami egyébként otthon megvolt, hogy szeressen már valaki engem. És hívogató hangok vannak mindenhonnan, amelyek azt mondják, hogy gyere! Van nálad egy kis tehetség, van nálad egy kis háttér. Mutasd meg, hogy mit érsz. És így vágunk mi vele az életbe mindannyian. Mutasd meg, hogy mit érsz. Lépd át a korlátokat. Mutasd meg te, hogy mi mindent tud egy ember. Szerintem világ megváltó tervekkel megyünk az életnek neki. Mindenkinek bizonyítani fogok, vagy megmutatom. Én megmutatom, hogy méltó vagyok arra, hogy tiszteljenek, meg szeressenek, és hogy jól csinálom. És ezek a hangok senki számára nem ismeretlenek, ezek bejutnak a legbelsőnkig. És egyre hangosabbak, hogy mutasd meg, milyen jól csinál. Aztán olyan hangok is van, hogy tarts mindent kézben. Mutasd meg, hogy kell mindent úrrá lenni mindenen. Mutasd meg, hogy nincs gyenge pontod, vagy ha van, akkor nem mutasd ki, hogy van. Legyél erős. Mutasd meg, hogy kell élni az életet. Legyél mindenkinél jobb, és legyél mindenkinél vonzóbb. És amikor azt mondom, hogy igen, na ennek akarok megfelelni, akkor elmegyek otthonról, és azt mondom, hogy ami itt volt, ez a langyos dolog itt, ezekkel a szabályokkal, meg mindenben, ez semmit se ér. Majd én megmutatom, hogy kell élni. Majd én megmutatom, hogy kell kivívni mások tiszteletét, szeretetét.
Egyébként vannak ebben fontos hangok, amik így jönnek hozzám. Nem minden hamis, meg rossz, meg téves, de azt gondolom, hogy a legigazibb, legjobb hangok is csak a korlátlan isteni szeretetnek bizonyos kifejezései felénk. Hogy a korlátlan isteni szeretet korlátozott kifejezése az, amit kapunk. És amikor ezek a csábító hangok jönnek, mint ennek a fiúnak jöttek, akkor elmegyek, és szerencsét próbálok ebben a világban, és utána jönnek ehhez a beismerések. És nézzük meg, amikor én a tékozló fiú útját járom, és ezt mindannyiunk járja, akkor a következő dolgokkal szembesülünk. Hát most miért bántottak meg mások mégis? Hát én jót akartam. Én meg akartam csak mutatni jó dolgokat. De bántást élek át. Vagy azt élem át az életben, hogy hát engem mellőznek. Hogy nem sikerülnek a dolgok, hogy én igazán odaérjek, nem tudom, meddig vannak a határok a fejünkben, a világhírre, vagy a mindenkinek megmutatomra. Rosszul alakulnak a dolgok, és hát nincsenek meg a lehetőségem, és nem tudom megtenni, de hát miért nem? Miért nem ismernek el úgy, ahogy el kéne ismerni? És azt is átjám, hogy van olyan, hogy valaki átnéz rajtam, de hát meg akarok tenni mindent, hogy ne legyen így. Hát így volt ez a tékozló fiú is, elővette minden tehetségét, minden kreativitását, minden pénzét, és bemutatta, hogy na most itt legyen egy olyan parti, ahol engem mindenki szeret. És egyszer csak megérezte, hogy hát mellőzve vagyok, nem vagyok elfogadva, nem úgy történtek a dolgok. És én azt gondolom, hogy minden embernek, amikor ezt az utat bejárja, akkor lesz egy olyan gondolata, és szerintem nektek is van, meg nekem is van egy ilyen gondolatom. Nagyon kicsi a hitem abba, hogy engem szeretni lehet, és hogy én egy szeretett fiú vagyok. Hogy én egy szeretett gyermek vagyok, ezt kezdem elveszíteni. Hát nem azt mutatják a dolgok. Meg nem lehet szeretni így. Egy érdekes, itt volt ez a karácsonyi szünetes alkalom mindenki számára, nem tudom ki mire fordította, társasjáték, együttlét, stb. Mert be kell vallani, hogy nem mindig úgy sikerülnek a dolgok, hogy minden jó lesz benne. Biztos van némi összetűzés, stb. De nálunk is például van olyan, amiben mindig megegyezünk, na, jön a darts világbajnokság, ezt megnézzük. Akkor esténként nézzük, hogy emberek dobálják ezeket a dárcokat, hogy megpróbálj betalálni ennyi pici kis kockába. És hát úgy, ez egy ilyen állandó szilveszter körüli program otthon. És az idei ilyen világbajnokságon jött egy 16 éves fiú. 16 éves. Tulajdonképpen azért nem indulhatott még el tavaly a világbajnokságon, mert 16 év alatt nem lehet ilyen versenyre benevezni. Lehetett ügyes is, de még nem. És most, amikor megjelent, én nem is hallottam a nevét addig, egészen a döntőig jutott. 200 000 fontot nyerve, számoljuk ki, hogy ez mennyi, 450-nel megszorozva, hiszen az egész világhírnév a lábaihoz esett, és a körbevette. Hirtelen mindenki ismerte. Hirtelen mindenki fotózkodni akart vele, hirtelen mindenki. Tehát berobbant így a köztudatba egy 16 éves gyerek. Mi is a családban, hát legalább a 3/4 családnak azt mondta, hogy neki szurkolok. Itt a 16 éves, övi a világ, mutassa meg, nyerjen. Sorba ment tovább, meg következő négyszesek, azt is kiüti, következőt is. Döntőbe jut, óriási. Aztán utána elkezdődtek a dolgok, hogy hát van egy 21 éves barátnő. Hát hogy lehet valakinek 21 éves barátnő, csak 16 éves? Miért csókolta meg a képernyőn? Hát ez nem szabad. És akkor egyszer egy régi világbajnok a következőt nyilatkozta, így fel is írtam magamnak.
Hát én látom, hogy egyből ezt a fiút be akarják emelni a Premier Ligába, ami egy ilyen körverseny, mondta ez a személy. De én azt remélem, hogy nem fog kiégni ez a srác ebbe. És akkor mindenki megrökönyödött. Most miért beszél kiégésről? Hát éppen a csúcson van a fiú. Minden a lábainál. Azt mondja ez a régi világbajnok, hogy ha megérdemli, hogy segítsük, egy nagyszerű játékos, egy nagyszerű sztori az övé, de nem lehet mindig a csúcson lenni. Aztán elmondta, hogy volt egy olyan eset, amikor ő volt a legfiatalabb annak idején a Premier Ligában. És ő volt a legfiatalabb, aki oda került a tévé elé. Legalábbis, hogy mutatják a tévében. De hogy első maradjon, az egy hihetetlen nagy erő kell, ami úgy néz ki, hogy soha senkinek nem adhatik meg, hogy mindig első legyen. És akkor, amikor most hirtelen második lett ez a fiú, a semmiből berobbanva, azt mondja, hogy jönnek az elvárások, néhányan gyűlölködni kezdenek, megjönnek a kritikusok, és egyből azt is akarják sokan, hogy valaki verje meg őt jól, alaposan. És valakinek 16 évesen ezzel kellene tudnia bánni, és azt, aki kívülről szemléli, az nem tudja, hogy milyen nehéz, mondta ez a világbajnok. Azt éreztem, hogy amikor ezt így elolvastam, hogy ez nekem ide illik a mai történetemhez. Hogy mintha ez lenne minden ember, majd én megmutatom. 16 éves, nem számít. Mindent tudok kezelni. Majd én megyek. Világhírnevem lesz? Erre vártam mindig. Jár nekem. De milyen lesz a holnap? Ha nem jön minden így össze. És minden ember osztályrésze ez a csalódás. Nem mindenki tud ide így felfutni. De aki felfut, az is átéri a csalódást. És amikor átélem a csalódást, akkor mintha minden azt sugolná ezen a világon, hogy hát igen, volt egy-két ilyen jó nap az életemben, de tulajdonképpen én nem az atyai házhoz tartozok. Nem ahhoz a házhoz tartozok, én nekem nem jönnek össze a dolgok, én szerencsétlen vagyok. Lehangol engem, és szerintem mindannyiunkat, hogy körülvesz szeretetlenség, lehangol engem az, hogy körülvesz kritika, és szerintem a jó szavakat, meg a dicséretet mindannyian szomjazzuk és isszuk. Hogy na végre. És milyen jó. De hát azért annyira nem tud meggyőzni. Én nem a győztes oldalhoz tartozom. Én nem a végtelenül szerető Isten házához tartozom. Én csak vagyok itt, valaki itt a sorok között, és itt elüldögélek, és reménykedem, de a valóság az, hogy nem. Próbálom megvalósítani és kipréselni másokból, hogy mondják már, hogy szeretnek. Mondják már, hogy milyen jó ismerni engem, meg hozzám tartozni. És azt sem nyugtat meg, amikor elmondják, hogy szeretnek, mert hogy ilyen vagy, meg olyan vagy, meg ezt is adod, meg azt is tudod. És akkor rájövök, hogy a világ teljesen tele van feltételekkel. Nagyon sok a ha. Ha így maradsz, ha így csinálod, akkor majd szeretünk. Ha nyerni tudsz, akkor majd szeretünk. De nehogy aztán itt lejjebb menjen a formád, akkor már nem fogunk annyira szeretni. Nehogy valamit elkövetni, akkor már nem fogunk úgy szeretni. És mi azonosulunk azzal a véleményen, hogy ez tényleg így van. És akkor azt gondoljuk, hogy jaj, de jó, hogy van egy történet, és most visszautalok a bibliai történetre. Jaj, de jó, hogy van egy történet, hogy van visszaút. És akkor van egy könyörületes személy, aki az önfejű fiút visszafogadja. De a hazatérés, higgyük el, sokkal több ennél, mint hogy azt gondoljuk, hogy van egy könyörületes személy, aki az ön,
az önfejű embert visszafogadja. A hazatérés, és ez az úrvacsora is, az annak az áldásnak az újra élése, hogy Ádámnak minden leszármazottjának megbocsátott az Isten Krisztusban. Hogy nekem is az Isten úgy megbocsátott, hogy oda térdelhetek el, és a vállamra teszi a kezét, és nem azt nézi, hogy milyen ruhába vagyok, vagy egyéb, és nem azt, hogy jaj, de jó, hanem, hogy volt egy személy ebbe a világegyetembe, aki engem mindvégig szeretett. Akinek nem kellett kiérdemelni a dolgot, és amikor azt mondtam, hogy a halálodat kívánom, mert még akkor is szeretett. Hogy annyira szeretnek engem ez a történet ennek a képnek, hogy szabadon engedtek, amikor lázadtam. És annyira szeretnek, hogy végig tártkarokkal vártak. Hogy ez a hely egy olyan, amit elhagytam, és talán sokszor még újra, újból elhagyok, de mégiscsak van egy hely, ahol én tökéletesen szeretve vagyok. Egy olyan ember jött haza a tékozló fiú személyében, te személyedben, az én személyemben, egy olyan ember jött vissza, aki nagyon messze behatolt az idegen földre. Aki mindent elvesztett, amit egyszer magával vitt. Egy olyan ember tért vissza, aki üres. Aki vagyontalan. Egy olyan ember tért vissza, akit megaláztak. Egy olyan ember tért vissza, amit az élet sok területén megvertek. És amikor hazafele indulok, mert ez a fiú is hogy indult haza, mit olvastunk a történetbe? Hát majd elmondom, hogy ez is lesz, meg atyám, vétkeztem el, meg leszek jó, hogy béres, tehát amikor hazaindulok, bár jó irányba indulok. Amikor az úrvacsorához jössz, bár jó irányba indulsz, de még mindig erős benned a belső zűrzavar. Most hogy fognak ott fogadni? Mi leszek majd? Mi lesz majd belőlem, ha oda mentem? Béres leszek? Szerintem, amikor az úrvacsorához jövünk, még mindig ennek a fiúnak a bizonytalanságával jövünk. Akitől még talán mindig messze van az a teljes bizalom, hogy elhiggye az apa szeretetét. És talán abban a biztonságos pozícióban szeretnél te is lenni, meg én is, hogy hát hogy legyek béres, mégis egy picit távolságot tartok még ettől a szeretettől. Amit úgy nézegetem, hogy tényleg van? Mit csinál? Hogy van? Jó ez a béres dolog. De amikor közelítesz, akkor kiderül, hogy ilyen szerep nincsen egy családtagnak. Egy családtag nem béres lesz az Istennél, hanem fiú, mert hogy az is volt végig. A spirituális lelki életünknek az egyik legnagyobb próbatétele, hogy elfogadjuk azt, hogy az Isten teljesen megbocsátott nekünk. Van bennünk emberekben valami, ami ragaszkodóvá tesz bennünket ahhoz, hogy igen, de én rossz dolgokat követtem el, tehát az azért mégis az enyém, én ilyen vagyok. És ami újbóli szenvedésre hív bennünket, hogy mint amit tapasztaltam jó pár gyülekezetemben, hogyha beszéltem el erről a szeretetről és kegyemről, amiben én is ilyen összezavarodottan megyek az Isten felé. Akkor pár hét múlva visszatérve azt mondta valaki, na most volt egy jó prédikáció. Most úgy megmondták nekünk. Most úgy elmondták, hogy milyen rosszak vagyunk. Na ez volt a jó. Van bennünk valami, ami errefele hív, és ez úgy látszik természetes. De az Isten jelenlétében jövünk, akkor ez a történet és az Isten jelenlét az arról tanúskodik, hogy ez nem ilyen emberi oldal, hogy majd akkor majd akkor szeretlek, hanem a hazatérés története az a teljes szeretetbe való újra megérkezésnek a története. Arra hívlak benneteket, hogy amikor a
úrvacsora gondolatait és hívószavát halljuk, akkor eresszük el azt a többi szerepet. Vagy engedjük el, hogy eltávolodj. Ne azokat méregessük, hogy mennyivel jöttem haza, milyen messze mentem el, mennyire vagyok méltó, hogy engem szeressek, mi van még a zsebembe maradék, mit fogok még teljesíteni, hogy kivizessek dolgokat. Ezt a szerepeket engedjük el. És egyszerűen csak megalázva, megverve, boruljunk le az Istennek a szeretete elé, és hagyjuk, hogy hasonl ránk. Hagyjuk, hogy ránk tegye a kezét. Hagyjuk, hogy majd ő megmutassa, hogy mi a szeretet. És hogyha még mindig összezavarodottak leszünk, akkor az még mindig nem arról szól, hogy ő ne szeretne bennünket. Úgyhogy arra hívlak benneteket, hogy adjuk át magunkat az Isten szeretetének az úrvacsorában. Amen.